Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket az első Fertőzenmikosi Citera találkozón. Kérem, engedjék meg, hogy üdvözöljem a jelenlévő polgármester urat, Horváth Tibor, kedves feleségét, szeretném a jegyzőasszony, társ klubok, csoportok, énekegyüttesek vezetőit és a kedves érdeklődőket. Nagyon rövid idő és nagyon hosszú idő telt el azóta, hogy a citerások elkezdtek tanulni. És ezt a tudást, amit elsajátítottak, most szeretnék megmutatni. Több együttes jött ide közéjük, akiket most felsorolnék. Sopronkövesdi Kövi Rózsa Citerázat Kulturális Egyesület. Kenyeri Ráda Mentű Citerázatnakar. Énekesek is megtiszteltek bennünket. Muricida Lázsiás énekegyük énekkar. Kicsik is képítélhetik magukat. Kender Tóz énekegyüttes és Citera zenekar. És utoljára, nem utolsó sorban, Fertőzen Miklósi Rozmarin néptalkerés Citera zenekar. A Citera zenekarok bemutatása után utoljára, de nem utolsó sorban felkérném kedves tanítókat, tanárnőket, Horváth Krisztinát, hogy álljon fel, és nagy tapsot neki, még mielőtt bárkit is bemutatnám, mert szerintem itt az nekik köszönhetünk. Ezek után átadom a szót a polgármester úrnak. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem az itt megjelenteket Fertőzen Miklós város önkormányzata nevébe. Nagy tisztelt köszöntöm a sopronkövesdieket, kenyerieket, muricidaiakat. Örülök, hogy itt a mai szép napos délutánunkat meg tudjuk osztani, és egy ilyen színvonalas megelőlegetem. Biztos, hogy lesz műsoron vehetünk részt. Én, ahogyan körülről olvashattam egy picit, ha jól tudom, Magyarországon a 16. században jegyeztek fel először abban, hogy citera nevű hangszer ehhez közelít, görög elnevezőből származik, de valószínűleg öregebb benné, és régebb volt a hagyománya a Kárpát-medencében. De hát amilyen öreg, viszont olyan fiatalabbakat látok, és ez abszolút nagy öröm és boldogság számomra, hogy egy ilyen ősi hangszert a legfiatalabb korosztály is hallottam már őket magas szinten, mesterfokon tud működtetni. És ez bizonyára azért van, mert valaki megtanította őket erre, meg persze egy kis tehetség is szorult beléjük születésüktől fogva. Amikor a citera találkozó ötletét először hallottam itt az egyesületünktől, úgy mint több ilyen találkozónál nyilván szervezzük meg, jó közösség csináljuk, utána kezdtem egy picit belegondolni, hogy hát itt a hölgyek, urak jó pár éve még nem is láttak citerát közelről igazából, és pár év alatt hatalmas akaraterővel, hatalmas tenni akarása és jó tanárnő segítségével fantasztikus dolgot tudtak lepengetni a hurokon és ezen az eszközön. Én úgy gondolom, hogy mások se lehetnek másképpen, más együttesek se, és én kívánom azt, hogy ez a mai találkozó formáljon ebbe a hangszerköri olyan közösséget, ami előre visz, átadhatnak egymásnak tudás, tapasztalatot, alakuljanak ki barátságok, hiszen az a zenének egyik alapvető belejárója, hogy összeköt bennünket, és áttölel bennünket, és legyen ez a közösség egy nagy szerető közösség, és én kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat nálunk, és jó fellépéseket kívánok. Isten áldja önöket! Nagyon szépen köszönjük polgármesterünknek a szavait, és most akkor felkérem a tanárnőt, hogy
Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szerintem ne is szaporítsuk még a szót tovább, lesz még időnk akár a csoportokat is jobban megismerni. Ugye a mai nap a Citerei, úgyhogy elsőként az első blogban a helyi gyerekek műsorát fogják hallani. Három számmal készültünk, először a legkisebbek egy vajdasági gyerekdalokkal összeállítást adnak elő, majd a kicsit nagyobbak egy Csallóközi Duda összeállítást, és végül a Kenderkóc énekegyüttes névre hallgató összes lányunk, illetve Kenész, ugye értelemszerűen egy szigetközi összeállítást fog, gyerekdalokat fog énekelni. Azt azért elmondanám, hogy nagy öröm, hogy februárban ez a csapat a Nemzetközi Népdaléneklési Versenyben Győrbe aranyminősítést kapott, nem ezzel az összeállítással, mert azóta haladunk és dolgozunk tovább, és ami még nagyobb öröm, nem hogy csak aranyminősítést értek el, de ők lettek a kategóriájuk legjobbjai, tehát kategória győzelemmel jöttek haza, és azóta is dolgozunk, úgyhogy most egy vadonatúj összeállítással készültünk önöknek, fogadják sok szeretettel! No.
A következőben a Sopron-Kövesdi Kövirózsa Kulturális Egyesület következik, mégpedig Bogár Imre történetét fogják eldalolni népdalok, történetét fogják elmesélni népdalok segítségével, és kísér az Egyesület citerazenekara, őket majd később fogjuk még hallani, fogadják sok szeretettel. Oh,
nem véletlenül maradtak az ügyesebbjei az asztalnál, mégpedig azért, mert a moricidaiakkal közösen egy moldvai összeállítás következik. Az érdekessége az, hogy én még nem hallottam egybe, mert csak ők próbálták most itt a helyszínen össze, de előtte azért próbáltam velük, illetve azt mindenképpen elmondanám, hogy múlt szombaton Sopronban a Városi Kimitúdon, amit általános iskolásoknak hirdettek meg, ez az összeállítás a három lány előadásában első helyezést érdemel. Most egy kicsit kibővülve, egy kicsit megtúringolva fogadják sok szeretettel.
zenekaruk Vas megye egyik kis településén, 900 fős Kenyeriben tevékenykedik. A zenekar alapítói gyermekkorukban együtt citeráztak, a település gyermekcitera együttesében. 30 év elteltével 2014 tavaszán újra kezdték a citerázást. A felnőtt zenekar mellett 15 olyan gyereket is tanítanak citerázni, akiknek megvan az elhivatottsága, a népi hangszerekhez való érzéke. 2014-15 tavaszán mintegy 50 szereplésük volt különböző kulturális rendezvényüket, úgyhogy rutinban nincs hiány, gondolom. 2015 év tavaszán nagyszabású citerás találkozót szerveztek, ahol 8 citera zenekar volt jelen, köztük mi is a Lázsiás együttessel ott lehettünk, úgyhogy ezt köszönjük nekik, és szerintem jövőre ugyanúgy találkozunk, bízom benne. Itt, az már ide? Én ugye talépbe gondolkozok, úgyhogy nekem az még jövőre. Kincs. És talán a legfontosabb rész, amit most olvasok, célul tűzték ki, hogy felkutassák, megismerhessék minden érdeklődésükkel szülőkhelyük, hagyományait, szokásait, ünnepeit, és ezt a magyar hangszer a citera segítségével a nagy közönség számára is megszólaltathassák és előadhassák. Együttes vezetője Tulok Tamás, egy tapsot neki. És a mai napra egy galgamenti és egy bagi összeállítással készültek. Fogadják sok szeretettel! Falu.
nagyon szépen köszönjük, még közös produkcióra visszavárjuk a csoportot. Most viszont, ugye népdalkört Sopronkövesdről már hallották, a kísérő zenekart külön is hallották, viszont másfél év alakult egy felnőtt citera zenekar a Sopronkövesdi Kövi Rózsa Kulturális Egyesületen belül, akik most egy bácskai összeállítást adnak elő, és ezután, a produkció után nagyon izgulnak, úgyhogy várják a lelkes pillantásokat, hogy minél ügyesebbek lehessenek.
szólnak, akik mondhatni úgy, hogy nyugdíjas koruk ellenére, vagy nyugdíjas korukra kezdtek el citerázni. Ők nem citeráztak gyerekkorukba se, és hát most már 2,5 éve, tehát egy tanévvel előbb kezdték, mint ugye a kövesi zenekar, és nagyon lelkesek, nagyon vidámak, nagyon kis összetartó csapatról beszélhetünk. A mai napra 2 összeállítással készültek, egy szigetközi bojtáros és egy somogyi összeállítással fogadják őket sok szeretettel. Oh,
Játszunk Gombás Veronikával és Szabó Violettával. Sajnos most csak így hárman, de annál nagyobb szeretettel készültünk, úgyhogy fogadják sok szeretettel.
akkor most visszaadnám a mikrofont még a zárószám előtt Marosi Lászlónak. Nem tudom, mondhatom azt, hogy én le vagyok nyugodva. Nagyon jól éreztem magam. Nem bántam meg, hogy megszülettem ezt a napot, ezt a pillanatot megérte. Aki tegye fel a kezét, aki így van ennek. Én nagyon köszönöm szépen, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Mindenkinek megköszönjük tanárnőinknek, aki rettenetesen elfáradt, hogy elnézem. Mi izgultunk, elfáradt. Örömet szereztünk, remélem mindenki jól érezte magát. Elméletileg a fő műsoridőnk ezzel be is fejeződött, ám de mindahogy az szokott is lenni, hogy a kedves vendégeket szeretnénk meglepni egy kis emléklappal, egy kis plakettel, egy kis virággal, egy kis kedvességgel. Megkérem kedves vezetőnket, már hát a mögé doboztak, sajnos nem vettem észre, át fogják adni azokat a csokrokat, amelyeket tiszteletünk jeléül szeretnénk átnyújtani. Kihangsúlyozom még egyszer. Nagyon szépen köszönjük polgármester úrnak, hogy lehetővé tette, hogy az a Citadella találkozó létrejöjjön. Köszönöm minden kedves közreműködőnek. Igaz, hogy még nincs vége, még egy erőpróba hátra van a közös finálé, de előtte akkor engedjétek meg, hogy átadjuk ezeket a kis csokrokat. Még valamit nagyon szépen köszönöm Baha Károly úrnak, aki eljött és megörökítette ezt a napot. Megkérem akkor a Kövi Rózsa. Jól mondom? Odaadjuk az okleveleket. Az okleveleket. Mi pedig nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk az Egyesület minden tagja nevében. Köszönjük, hogy Kenyeri, Rába Menti Citadella zenekar képviselőjét kérem. Fáradt győződés. Megígértem, hogy egyéb ajándékot is fogunk osztani, a szervezés nem mindig tökéletes. A polgármester úr most kapta meg ezt a kedves kis italt tőlünk, amit neki szántunk. Lehet, hogy nagyon elhoz tudja a tőlünk. Megkérem Lucát. Luca, gyere légy szíves, vedd át tőlünk ezt az emlékplakettet. Nagyon szépen köszönjük, zárdos munkát. És minden egyes részvevőnek egy kis tálcára, egy kis csokoládét.
De ez még fiatal alkoholt nem fogyasztatnak. Kinek nincs? Nagyon szépen köszönöm még Istvánki Miklósnénak, aki sokat segített nekünk abban, hogy itt föl, ezen a mai napon ezt a csodálatos délután megszervezhetjük. Megkérem, szíves szükség, te pár. Nehéz őt kicsalni, hogyha nem éppen ő a speaker. Most pedig a szervezésben aktívan és nagyon kőkeményen részt vevő két kedves klubtagunkat szeretnénk köszönteni. Az egyik klubtagunk, Illés Ferencné Hugi, sokak által ismert kedves, Szépi Sirály, és mellette az őszhajú fiatalember, Lóci László. Szeretnénk együtt ilyen jó kedvel végigvinni. Mindenkinek jó egészséget, jó ziterállást kívánok! Nagyon szépen köszönjük mindenkinek! Akkor most viszont jön a finálé! Megkérek minden kedves ziterást, énekest, aki a Mianinak részt vett, hogy ahogyan már egyszer eldobáltuk, mindenki jöjjön ki az asztal.